hogy népszerűsít... Nem tudok olvasni. Sziasztok, Matilda vagyok, és a mai videóban az írással és kiadással kapcsolatos kérdésétekre fogok válaszolni. Mielőtt ezt megtenném, gyors ilyen kis közérdekű információ, hogy most április végéig, május elejéig egy kicsit besűrűsödik nekem az érettségi miatt a tanulás, meg minden így összetolódik, úgyhogy előfordulhat, hogy néha kimaradnak majd videók. Igyekszem majd, de tényleg lehet, hogy majd egy-két alkalommal ki kell hagynom a szokásos szerdai-szombati menetrendet, és egyszer csak majd valamikor nem lesz. Nem tudom előre még, hogy hogyan fogom tudni csinálni, de majd igyekszem. Ennyi zárójeles megjegyzés, és akkor nézzük a kérdéseket. Az első kérdés, honnan szerzem az ihletet az íráshoz? Őszintén szóval, akárhonnan, de tényleg, az első könyvemet azt konkrétan úgy írtam, hogy rajzoltam egy lovat, és puff, jött az ötlet, hogy akkor ő főnix, és ő megszületik egy tűzvész közepén, és neki szuper ereje lesz, és tök jó, és onnantól igazából számomra már jött a történet, de szoktam ihletet kapni zenéktől, filmektől, elmegyünk sétálni az erdőbe, az is ihletforrás tud lenni. Bármi, tényleg bármi ihletet tud nekem adni, amit mondjuk valami olyasmi helyzet, ami esetleg jól jönne egy összekötő résznél a könyvben, és az így megtörténik, vagy látom, és tényleg ez jó lenne. Második kérdés, mit csinálsz, ha nem megy az írás, egyszerűen nincs ihleted, stb. Hát itt számomra kettő lehetőség van. Az egyik az, hogy leülök és kijelöltetem magamból. Ami általában működni szokott, mert nagyon sokszor csak azért nem jön az ihlet nekem, mert másfele lejárnak a gondolataim, és hogyha leülök és azt mondom, hogy akkor én most írni fogok, és ott ülök és kizárok mindent, és akkor egy kis idő után sikerül ráfókuszálnom a történetre, az írásra, és akkor igaz, hogy nem esetleg a legjobb ötleteim jönnek, hanem kicsit gyengébbek, de akkor elindulok azon a vonalon, és majd később úgyis vissza tudok rátérni, és kijavítani, átírni, vagy ilyesmi. A másik meg az, hogy igazából, hogyha meg ez nem működik, ez az első verzió nálam, akkor hagyni kell. Mert sokszor van nekem is olyan, hogy akarok valami részt továbbírni, de egyszerűen nem tudom, hogy hogyan, és ötletem sincs, semmi nem jön, és akkor heteken keresztül csak ott ülök rajta, és nem tudom, és igazából erőltetni meg olyankor már felesleges, mert majd egyszer csak jön a megvilágosodás, és rájön az ember, hogy hogyan lehetne folytatni, vagy mit kellene, de ha nem megy, akkor annyira nagyon erőltetni, ott már nem lehet. Mert ott már tényleg nem az a probléma, hogy elterelődik nekem például a figyelmem, hanem az, hogy tényleg nem tudom, hogy ott mi legyen. Következő kérdés. Szerinted baj, ha egy könyv érzelmes? Nem. Szerintem. Mármint, hogy vannak külön olyan műfajok, amik így erre mennek rá. Meg azért kellenek érzelmek egy könyvbe. Szóval nem. Szerintem egyáltalán nem probléma. Mennyit veszít az emberek szemében egy könyv az értékéből, ha megtudják az írókorát? Konkrétan engem nem érdekel, hogy az író általában hány éves, mert általában nem is tudom, de magamra vonatkoztatva ezt igazából azt tudom mondani, hogy szerintem azért veszít valamennyit, mert hogyha meghallják az emberek, hogy mondjuk az adott író fiatalabb, mint az átlagos írói életkor, akkor azonnal sztereotípiákat írnak elő. És arra vonatkoznak, hogy hát ő ilyen fiatal, akkor biztos nem úgy ír, hogy mit tudom én, egy idősebb író. Hogy népszerűsítsem a könyvem, ha egyszer ki lesz adva? Jó kérdés, de ha rájössz, akkor mondd meg nekem is. Igazából, hogyha nem kiadón keresztül, nem nagy kiadón keresztül megy a kiadás, akkor ugye a marketing része az problémás lehet a dolognak, mert ugye attól függ, hogy ki mennyit tud erre rááldozni, mert ha valaki oda tudja tolni az emberek arcába, hogy hé, figyelj, nekem van egy könyvem, vedd meg, akkor az lehet sikeresebb. Tehát mi próbálkoztunk Google hirdetés, Facebook hirdetés, akkor hát most jártam helyileg könyvbemutatóra, meg jártam így egy-kettő ilyen pici könyvbemutatóra, tehát nem kell semmi nagyra gondolni. Ja, hát így igazából próbálkoztunk mi is. De hogy mi az, ami konkrétan sikeres, hát ami úgy tényleg sikeres, azt meg én sem tudom. Amivel még lehet
könyveket így jobban népszerűsíteni, elküldeni különböző embereknek, akik bloggerek, és akik ezzel foglalkoznak, hogy könyveket értékelnek, és így olvassák nekik a véleményüket, azt érdemes lehet megpróbálni, hogy elküldeni nekik a könyvet, mert az egy része igazából a marketingnek, amit alapból is szoktak csinálni a nagyobb kiadók is, és akkor igazából te adod a könyvet, viszont az adott ember elolvassa, és ő ír róla mondjuk egy véleményt, vagy akár videót készít róla, és akkor az nagyobb közönséghez el tud jutni. Ha nincs kiadó a bizniszben, hogyan lehet elkezdeni a könyvárusítását? Könyvesboltokkal kell leszerződni. Mert a kiadók azok alapjáraton ugye be tudnak jutni az ilyen nagyobb könyvesboltokba, mint Libri, meg Bookline, meg ilyenek. Nekünk van külön szerződésünk a Lírával az első könyvemre, mert utána kisebb kiadóval, akivel kiadattuk a másik két könyvemet, azzal jutottunk be a Bookline-hoz, illetőleg az előbb mondtam, a Librihez. De ezen kívül egyébként be lehet vinni független kisebb könyvesboltokba is, tehát ugyanúgy le kell velük szerződni. Tehát vannak ilyen helyek, ahova be lehet juttatni könnyebben az ember könyvét, hogyha nem nagy kiadóval dolgozott, vagy semmilyen kiadóval. Mit szólnál, ha a műveit filmes változatát néznéd a moziban? Igazából kétféle lehetőség van ennél a kérdésnél a válasznál. Hogyha jól sikerül az adaptálása a könyvnek, akkor valószínűleg bőgnék, és ilyen menthetetlen állapot lenne, és nagyon imádnám a filmet, és nagyon, nagyon örülnék neki, hogy mozi verziója van. Ha pedig az a helyzet állna fenn, hogy nagyon rosszul adaptálták a könyvet, akkor ugyanazt csinálnám, mint Rick Riordan, hogy így elfeledkezem róla, hogy létezik a könyvekből filmes változat. Mekkora a haszon egy könyv van? Hát erre nem tudom, hogy konkrétan tudok-e válaszolni. Mert ilyen egy darab, igazából ez olyan kérdés, hogy egy darab könyvön, vagy így a teljes kiadáson? Mert egy darab könyvön annyi a haszon, hogyha beárazod a könyvet, hogy mit tudom én, adott 3000 forintért, akkor azon a könyvön annyi a haszon, hogy le kell vonni a kiadási költséget, mert a kiadási költséget darabszámra számolják ki, és hogyha a kettőt kivonod egymásból, akkor megkapod, hogy mennyi a haszon egy könyvön. És szerintem erre vonatkozott a kérdés, úgyhogy erre válaszoltam így ezzel. Ez megint egy olyan kérdés, mint a mennyibe kerül a könyvkiadás, ide belinkelem azt a videómat, mert hogy az is olyan, hogy sok tényezőtől függ. Gondolkodtál abban, illetve milyen nehézséget látnál abban, hogy angolul írj? Gondoltam már rá, mert egyértelműen, hogyha angol nyelvű lenne eredetileg a könyv, akkor azért valamennyivel több emberhez tudna eljutni, de igazából külföldön kiadni sem túl egyszerű dolog, mert már néztünk utána. De az a probléma, hogy igazából én szerintem nem is tudnék angolul írni. Mert jó az angolom, csak annyira nem vagyok tisztában a nyelvtani szabályokkal, és hogy mit, hol, hogyan kell használni, hogy rövidesen elbuknék, amit másik időt kellene használni az egyszerű múlton kívül, mert az, amikor már a többit belekeverjük, akkor én is nagyon bele tudok keveredni, és általában ilyen tipmixesen szoktam, amikor még dogákat írtam, hogy hát ide ez hangzik jobban, oda az hangzik jobban, de konkrétan nem tudom, hogy mit kell, és azon kívül szerintem még a szókincsem sem elég jó ahhoz, hogy meg tudjak írni angolul egy könyvet. Az a legrosszabb, amikor valamit kitalálok angolul egy mondatot, hogy ez tök jól hangozna a könyvben, csak át kéne fordítani magyarra is, hogy már nem hangzik olyan jól. És az utolsó kérdés pedig, szerinted létezik, hogy el se olvassák és egyből elutasítsanak, mondván ismeretlen szerző az ember, ergo felesleges megpróbálni elsőre nagyobb kiadót? Biztos, hogy létezik olyan, hogy el se olvassák. Legalábbis én így gondolom, mert ha elolvasnak, akkor azért valami visszajelzést csak küldenének, mert nekem volt olyan, hogy tehát, hogy semmi segély, semmi visszajelzés. Tehát valószínűleg vannak azok az esetek, amikor tényleg nem olvassák el, de nem mondanám azt, hogy nem is érdemes egyáltalán megpróbálkozni elküldeni kéziratot nagyobb kiadónak, mert igazából amíg az ember nem próbálja meg, addig nem tudhatja, hogy esetleg lehet, hogy pont az övét elolvasták volna. Én is próbálkoztam, most igazából nem jött össze, de ez most egy más kérdés, és tényleg erre csak azt tudom mondani, hogy amíg nem próbálod, addig nem tudhatod meg. Ezt megválaszoltam egyébként YouTube-on kommentben, és ott valahogy jobban sikerült kifejtenem a véleményemet, mint most. Szóval feleslegesnek nem felesleges, mert még az is lehet, hogy esetleg nem olvassák el és elutasítják, de írnak vissza hasznos tippeket. Vagy valami pályázatot, hogy esetleg erre küld be, tehát
nem teljesen felesleges azért elküldeni kiadóknak, mert az e-mailt azért el szokták olvasni. És valószínűleg válaszolnak is. Köszönöm szépen a kérdéseiteket, hogyha esetleg még lenne, akkor nyugodtan írjátok meg kommentben őket. Köszönöm, hogy megnéztétek a videómat, hogyha tetszett, nyomjatok egy like gombot, és iratkozzatok fel a csatornára. Sziasztok, viszlát a következő alkalommal!